Egy láthatósági mellényt és egy pár bicikli lámpát kapott ajándékba ez a férfi. Ehhez mindössze egy közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tesztet kellett kitöltenie. Egy 8 kérdésből álló felmérés volt ez, amit a Baranya megyei rendőrfőkapitányság munkatársai készítettek. Fényjelző készülékekről, megkülönböztető jelzésekről és a láthatóságról szóló tudásukról adtak számot az érdeklődők. Mi autóval közlekedünk, ővele szoktunk napközben kismotorozni, és mivel már délután sötétedik, ezért hát szükség van valamiféle fény visszafelő vagy fényjelzésre. Azt gondolom, hogy aki aktívan közlekedik, annak nem voltak nehezek a kérdések, mert hogy ezeket használjuk, hogy mennyi a beláthatósága, hogyha világít az autó, vagy megszabad-e előzni hókotró járművet, tehát azt gondolom, hogy józan gondolkodással is ki lehetett találni a válaszokat. A program egyébként a már 2012 óta tartó Látni és Látszani elnevezésű kampány része. November 4-én Light Friday néven az ország számos pontján várták hasonló eseményre, főként a kerékpárosokat és a gyalogosokat. Nagyon sok gyalogos jön, futók, kerékpárosok, de jönnek gépjárművezetők is, és az a legújabb, hogy kutyás gazdiknak is adunk fényvisszaverőket, amiket a pórázra vagy pedig a nyakörvre lehet tenni, hogyha esetleg a kutyus elmegy a sötétbe, így akkor lássák, hogy hol van. A baleset megelőzés mindig fontos, ám az őszi-téli időszakban kifejezetten oda kell figyelniük a közlekedőknek. A párás, csúszós utak és a hosszú sötét órák száma ugyanis nagyobb veszélyforrást jelenthet. Erre hívták fel a figyelmet a baranyai rendőrök.